Nagyon régen készítettünk már városunk ügyeiről beszélgetést, hát a nagy beszélgetés még várat magára, mert én azt gondolom, hogy így választások előtt majd egy nagy áttekintő beszélgetésre még majd mindenképpen sort kell, hogy kerítsünk. Most viszont pár témáról hagyd kérdezzelek meg. Az első és legfontosabb, amit a Facebookon már láthattak is tőled, hogy bizony bizony a volt zeneiskola épületében megkezdődtek a munkálatok, hogy átalakítsák egy egészségügyi centrumnál. Megkezdődtek a munkálatok, a héten átadtuk a területet, és a héten már a belső munkálatokat elkezdték, nyilázárokat szedtek ki, az ajzatbetont mérték föl, hogy mennyire lehet arra terhelni, hogy kell-e új ajzadbetont kiépíteni, és hát a jövő héten talán látványosabb munka is elkezdődik, mert a tető héjazata, vagyis a cserép cserje is meg fog történni hogy miért fontos ez az építkezés. Sokan mondják, hogy mi a fenének orvos rendelőt építeni, meg védőnői szolgálatnak helyet biztosítani. Egészen más terveink vannak ezzel az épülettel hosszú távon. Elsősorban a strand, mint gyógyászati részlegnek a fejlesztéséhez lenne szükség erre az épületre. Itt szeretnénk reumatológia és és ennek kapcsán, a reumatológia kapcsán visszahozni a, a fizioterápiát, de hogy ez mikorra fog megvalósulni, azt azért tudni kell, hogy ennek a pályázatnak nem lehetett tárgya. Csak olyan egészségügyi ellátás, ami jelen pillanatban is működött, működik a városban. Tehát olyat, amit szerettünk volna, hiába jelezte a, a megyei kórház főigazgatója, hogy ő tudna a reumatológiai rendelést ide kiadni. Arra nem lehetett a fejlesztést megfogalmazni, hanem arra kellett, amire lehetett. És úgy gondolom, hogy egy négy-öt éven belül tudjuk azt megtenni, hogy teljesen hivatalosan is, ez gyógyászati részlekként tudjuk felhasználni ezt az épületet is van rá, hogy az emberek komfort érzete kicsit jöjjön. pont azután, hogy Dr. Burján Katalin ugye be is fejezte a, a szemorvosi vizsgálatokat, illetve hát azt a praxist. Hát úgy szépen lassan tünedezhetnek elmezőben, mezőben ezek az egészségügyi szolgáltatások, de akkor pont ennek ellen próbáltok hatni ezzel. Igen, próbálkozunk vele. Az pedig, hogy Hát a polgármester miért nem tett valamit, hogy Burján Katalin ne dobja be a törölközőt, hogy Hegyi Ébolya ne dobja be a törölközőt, az körülbelül olyan, mint amikor egy vállalkozótól megkérdezem, hogy mit szólna hozzá, hogy én azt mondanám neki, hogy ne zárja be a vállalkozását, hanem hát vigye tovább. Sérségesen. Semmi közünk hozzá. Ugyanígy semmi közünk nem volt a két magánpraxisban működő rendeléshez. Az állam nem finanszírozta olyan mértékben, ahogy például a kórházi ellátásokban lévő szakrendeléseket finanszírozta. Ezért mind a két doktornő egyébként teljesen jogosan szerintem azt mondta, hogy jó, akkor nyugdíjig csinálja, és ahogy nyugdíjkoratát elérte, akkor abba hagyja. Um, nem egyszerű dolog ez, nekik sem egyébként, mert ők szívesen dolgoztak volna még tovább, de itt az elmúlt három évben a, a, a szemorvos körülbelül 30 millió forintot bukott azzal, hogy nem azt a támogatást kapta, amit az állami szektorban, a kórházakban megadták, és még szoktam azt mondani, hogy lehet ezen sírni, hogy megszűnt ez a rendszer, de talán nem érdemes. Sokkal inkább azon kellene, annak kellene örülnünk, hogy egyáltalán megtörtént. Mert az, hogy mezőberényben két ilyen szakrendelés volt, az egyértelmű annak köszönhető, hogy két nem jó kifejezés, hogy megszállod, de elhivatott orvos vállalta azt, hogy ő itt szakrendelést folytat. Ez csak és kizárólag nekik köszönhető. Ők ugyanúgy vállalkozásban végezték ezt a feladatot, mint mondjuk egy asztalos vagy egy kőműves. Nem tudunk ellene tenni, hogy ők ne adják abba, amikor már nem éri meg nekik. Na hát akkor egyrészt köszönjük meg nekik, másrészt viszont reménykedjük abban, hogy az egészségügy centrum majd fog működni, négy-öt évet adjunk neki minimum akkor ezek szerint. A másik dolog viszont az, hogy akkor mondjuk hova megy a zeneiskola, meg hogy hova a védőnői szolgálat, ha eljön a Széchenyi utcával, akkor, akkor ott mi lesz? Tehát, hogy ezek, ezek az a váltások aztán mit fognak eredményezni? Nem jól mondtad. Nem négy-öt év múlva lesz orvosi ellátás ezen a, ebben az épületben, hanem sokkal hamarabb. De az az ellátás, amit mi hosszú távra tervezünk, az majd akkor lehet, a gyógyászati részleg akkor indulhat körülbelül. Jelen pillanatban a védőnők át fognak menni előreláthatólag teljes egészében az új épületbe, és hát egy orvosi rendelő is lesz ott, ami hát. Folynak a tárgyalások arról, hogy a reumatológia ott meginduljon abban a épület részben. Az, az, az újban, az az, az, új, az új, igen, abban a részben, hogy meginduljon. És a Széchenyi utca mi, mi lesz akkor? Széchenyi utca még egyelőre nem végleges, hogy mi lesz ott. A zeneiskola, egész pontosan a, a fúvózenekar, a városi ifjúsági zenekar, ők a Deák Ferenc utca 7 szám alá költöztek át. Igen. A Silent zenekar, aki szintén ebben az épületben volt, ő a ipari területen a Porta épületben költöz, porta épületbe költözött, és voltak még apróbb dolgok, többek között a szabadulószobával a gyermekek, a fiatalok, ők egyenlőre elpakolták a cuccaikat, és majd próbálunk helyet keríteni nekik. Lehet, hogy éppen a a védőnői szolgálat helyére be tudnak majd menni, és még volt egy, egy hangosítással foglalkozó vállalkozás, aki a, a zenekarokkal együtt mozogva volt itt, ő is kipakolt nyilván, mert hogy egyébként nem tudtuk volna átadni az épületet. Na, hát hagy épüljön, hagy szépüljön az az épület, ráfér egyébként már nagyon-nagyon. Egy teljesen másik téma, de megint csak a komforti érzetünket tudja növelni, vagy éppen csökkenteni. Egyrészt a kártyúzás, ami az utakat érinti, másrészt a járták állapota terveztek-e, és ha igen, akkor mikor terveztek kártyázást? Mindig tervezünk, minden évben. Most a költségvetés elkészítésénél kértem a, a pénzügyi osztályt, hogy mindenféleképpen tervezzenek be nagyobb összeget kátyúzásra és járdafelújításra is. A járdafelújítás ugye az majd a képviselőkből kialakított kis csapat fogja eldönteni, hogy hova, mire fogja felhasználni. Jelen pillanatban a tavalyi évről még van egy befejezetlen munkánk, megrendelve szerződéssel rendelkezünk a a Miftától a, a, a Göszerig derjedő részen, ami elég forgalmas, eléggé ö, sokan használják, ezt már biztos meg fogjuk csinálni az idei évben, és plusz újakat szeretnénk megvalósítani. A kátyúzással kapcsolatban úgy néz ki, hogy az a megoldás, amit a korábban a Kft. végzett az elmúlt két évben, azok elég stabil, jó minőségű munkák voltak, ezért szeretnénk, hogyha ezt a munkát Továbbra is a KFT-nek a munkatársai, volt munkatársai, akik már most január 1-től a humán segítőnél vannak, hogyha ők végeznék el, és azt szeretnénk, hogyha minél több lukat meg tudnának fódani, hogy mikor tudnak hozzákezdeni, ez két dologtól függ, egyrészt az időjárástól, másrészt pedig attól, hogy mikor tudunk olyan anyagot kihozni a, a keverőüzemből, egyéb helyekről, amivel már dolgozni is lehet ilyenkor mindig el szoktuk mondani, hogy a kártyúzástól nagy csodákat azért ne reméljünk, mert azok nem arra valók, azok arra valók, hogy ideiglenesen de megoldják a helyzetet. Igen, ezért van az, hogy továbbra is föntartjuk pályázati igényünket utak felújítására, illetve járdák felújítására. Két évvel ezelőtt pályáztunk 45 millió forintos járdafelújításra. Én bízom benne, hogy előbb-utóbb valamelyik évben, vagy az idén legkésőbb jövőre újra ki fognak írni ilyen pályázatot, és akkor megint megfutjuk ezt a kört, mert azért egy 45 millió forintos támogatással nagyon sok mindent meg lehet valósítani. A képviselők is tudják, hiszen ők voltak azok, akik összerakták azokat a helyszíneket, ahol leginkább szükség lenne a járdák felújítására. Én nem akartam megkérdezni, de ha már felhoztad, akkor meg kell. Ugye a mezőberin 17 Kft. az most akkor meg fog szűnni, illetve meg is szűnt január 1 hogy említetted, és a humán segítői szociális szolgálatba olvad be. Miért volt erre szükség. Nem váltotta be a a hozzáfűzött reményeket a KFT, ugyanis mi azt terveztük, úgy gondoltuk, hogy előbb-utóbb majd fog tudni úgy működni, hogy legalább nullásra kihozza a saját működését, nehogy Isten még plusz bevételt is termeljen. Ez egyáltalán nem valósult meg, így nem nagyon van értelme annak, hogy egy külön apparátust működtessünk azért, hogy a KFT fönnmaradjon. Egy másik apparátusba olvasztjuk be a, a, az üzemeltetést január 1-től, az összes feladat, amit korábban a a KFT látott el, az átkerült a humán segítőhöz, így most ők azok, akiket lehet majd szidni, hogyha valami nem történik meg, vagy éppen megdicsérni, hogyha megtörténik valami. De önálló gazdálkodással, ugye? Ők teljesen önálló gazdálkodással vannak, egyébként a KFT is önálló gazdálkodással működött, viszont az ő gazdálkodásoknál a szervezet kicsinsége miatt azért elég jelentős segítséget kaptak a városházától. És ha jól emlékszem, akkor a humán segítőnél meg azért is jön ez jó, mert hogy egy bizonyos alkalmazati létszámot el kell érni a nagyobb támogatásért, vagy én erre jól emlékszem? Az önálló működéshez, gazdálkodáshoz legalább száz alkalmazottnak kell lennie. Ez is, de nem ez volt a fő motivációja a megszüntetésnek, mint ahogy annak idején a, a KFT kialakításának a közszolgáltat üzemből való átalakításnak sem az volt az elsődleges célja, hogy hát akkor valami más legyen, mint eddig volt. Mindeniknél megvoltak azok a háttér gondolatok, célok, elképzelések, ami miatt ezt megtettük. Hát akkor valahol ez egy bukásnak is lehet értelmezni, nem? Hogy végül is akkor vissza kellett, hogy alakuljon ez az egész. Lehet bukásnak is értelmezni, de lehet úgy is értelmezni, hogy tettünk egy kísérletet arra, hogy jobban működjünk, nem vált be, és miután tapasztaltunk egy, egy megtapasztaltuk, hogy ez így nem működik, egy új felállást kell megtenni. Én szerintem az nem bukás, hogyha valaki belátja azt, hogy nem sikeredett az a történet, amit ő elgondolt, hanem egy új megoldást keres ugyanazoknak a feladatoknak az ellátására. Hát viszunk hozzá, hogy akkor ez most innentől kezdve akkor jobban fog működni. A bukás szót egyébként azért használtam, mert már valahol a következő témára gondoltam, méghozzá a közvilágítás Helyzete. Én ezt már nem is tudom, hogy hány éve rágjuk, de még mindig nem történt semmi. Nehogy elmeséld az egész történetet, mert szerintem az egy tényleg egy, egy, több napos regény lenne. De most hol tartunk éppen? Mikor lesz már végre nekünk is normális ledvilágítással, működő közvilágítás? 2013-14 óta foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Kiírásra került Legújabb közbeszerzés a közvilágítás felújítására, az 1370 körüli lámpatesnek a cseréjére. Várjuk a ajánlattevőket. Január végére van a határidő, ameddig be kell érkezzenek a... A, a, a ajánlatok, ezt követően tudunk dönteni arról, hogy kivel dolgozunk együtt. Akkor Most már úgy lehet tekinteni, hogy célegyenesben kezdünk lenni nagyjából? Én már egyszer 19-ben úgy gondoltam, 19. februárjából, hogy célegyenesben vagyunk, aztán megtámadta az MVM azt a döntésünket, az, amit akkor hoztunk. Emiatt több mint két évig húzódott a történet, ez idő alatt a cég, akivel mi együtt dolgoztunk volna, az meg is szünt. Hát Remélem, nem. hogy most nem így járunk, hanem lesz olyan. A, a jelenlegi információk szerint hat ö, olyan cég van, aki érdeklődött a, a pályázatunk iránt. Pont ezt akartam mondani, hogy sok mindenért szíthatják az önkormányzatot, de speciál ebben az ügyben teljesen vétlenek voltatok. Ti mindent elkövettetek, de hát mindig keresztbe rakott valaki vagy valami. Van másik 50 ilyen dolog aminél mindent megpróbálunk elkövetni azért, hogy előrébb lépjünk, és mégsem biztos, hogy sikerül, vagy csak nagyon hosszú idő után, mint a Szent telep is, már 2014 óta azt is próbáltuk pályázattal felújítani, most került rá sor. Luther téri iskolai épület. 2014-ben kezdtük, nem, 13-ban kezdtük el először azt a projektet, Idén, bocsánat, 2023-ban, tavaly valósult meg, akkor fejeződött be. És most kerül majd átadásra. Hát 10 év, akkor. Ez is év. több mint tíz év. No, még egy kérdés ide a végére, ami talán engem a leginkább érdekel, biztos másokat is, hogy amitől féltünk, bekövetkezett, vagy tartottunk. 10 fő alá csökkent hivatalosan is mezőbeli lakossága, aminek aztán jelentős hát következménye lesz a most következő június 9-i választással kapcsolatban. Mik ezek? Hát akkor először a választásokra. Ez azt jelenti, hogy nem lesznek körzetes választások, hanem listás választás lesz. Ami azt jelenti, hogy mindenki egy listán fog szerepelni, összesen 8 képviselő plusz egy polgármester lehet októbertől. És ami jelentős változás szerintem az, az hogy eddig voltak olyan körzetek, ahol 14-16 szavazattal vagy aláírással is képviselőjelölt lehetett valaki. Most a törvény úgy rendelkezik, hogy a hogy a szavazó polgárok, a szavazásra jogosult polgároknak az 1%-ától kell begyűjteni az aláírásokat, ez azt jelenti, hogy 80 és ez 100 közötti aláírás kell a képviselőjelöltséghez is. Hogy egyéb következménye mi? Nyilván az elsősorban lélektani frusztráció az embernek, hogy lecsökkent 10 ezer alá a lakosságszám. Bár némi előnye lehet pályázatoknál, hiszen több olyan pályázat volt, amiből azért maradtunk ki, mert nem tudtunk, mert többen voltunk, mint 10 ezer lakos. Például a LIDER pályázatoknál 10 ezer fölötti lakosság számú települések csak külterülettel pályázhatnak. Most már sajnos belterülettel is tudunk pályázni. Mm. És azért azt mindenféleképpen el kell mondani, hogy nagyon rossz, hogy csökken a lakosságszám, de hogyha megnézzük a környezetünket, Békés-megyét, akkor minden településen ugyanez van. Én minden évben, amikor megjönnek a január 1-i adatok, akkor összehasonlítást teszek, hogy a különböző településeken milyen arányban csökken a lakosságszám. A megyében a 15 legnagyobb település, akit én elsősorban szoktam nézni, azok közül Gyula az, aki a legkisebb arányban csökkent. Két év alatt, most a legutóbbi két év alatt 1,6%-kal csökkent, Mezőberény a második 1,7-tel, ha jól emlékszem, Békés Csaba a harmadik, és úgy jönnek sorba a többiek, Orosháza közepén valahol ennek a csökkenésnek, vagy sokkal rosszabb az, ar az aránya, és hát elmerem mondani, hogy Ebben a ebből a 15-ből szarvos a legrosszabb, 3,7 csökkenéssel, amit nem tudok hova tenni, hiszen szarvason munkahelyek vannak, szarvason turizmus van, szarvason felsoktatás van. Nem tudom, hogy miért, de ők a 15 település közül ők a legrosszabbak. Na hát minden esetben. A legrosszabb helyzetben. Ennek ellenére olyan nagyon nem vigasztal minket Egy ez a dolog. Viszont, hát persze a jegyzőnő majd részletesen fogja tájékoztatni az embereket arról, hogy mit is jelent ez a változás, de akkor tulajdonképpen ezt a listás úgy kell érteni, hogy innentől kezdve megnézik, hogy a Egyáltalán hány képviselő kerül be akkor a testületben? Mert én emlékszem, hogy annak idején valami 20 kezdtünk, aztán elkezdett csökkenni, 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 és hát most már ott tartunk, hogy. A rendszerváltás után a kisebbségeknek a képviselői is benne voltak, tehát amiatt a 18 fölött még három képviselő volt. Aztán 2010-ben ez lecsökkent 12-re, polgármesterrel együtt, most pedig lecsökken 9-re, 8 egyéni képviselő és egy polgármester. Ezt már egyébként említettem az előbb. Ez úgy néz ki, hogy lesz mondjuk 50 jelölt, egy sorba, azt kisorsolják, hogy milyen sorrendben lesznek a listán, és aki a legtöbb szavazatot kapja, az elsőként jut be, aki második, másodiként. Tehát az első nyolc gyakorlatilag a legtöbb szavazatot, aki kapja, az kerül be a testületbe. Tehát innentől kezdve a jelölő szervezetek hiába csinálnak mondjuk listákat, onnantól kezdve listáról nem lehet bekerülni. Nincs jelölő szervezet, gyakorlatilag lehet összefogni kis csoportoknak, vagy a pártoknak, vagy, vagy, vagy egyesületeknek, de nem tud bejuttatni a képviselő testületbe senkit úgymond listáról. Na, egyébként ez nekem valahol szimpatikus. Ja, és a polgármester viszont külön választjuk, ugye? A polgármester külön választva, közvetlenül a, a választópolgárok választják meg. Hát kíváncsi leszek rá, mert itt már, igen, és az újévi köszöntőt emlékszem, remélt, reményedet fejeztet ki az iránt, hogy nem lesz olyan mocskos a választás, mint ami ennek ígérkezik. Csak remélni tudom hogy mindenki saját dolgaival fog foglalkozni, és azt próbálja eladni, és nem a másik jelöltnek a lejáratását fogja a kampány céljául kitűzni. Így legyen, szépen. Én is köszönöm.